Jó nagy pánikban vagyunk. Gyilkosság történt. Minket gyanúsítanak. Ez egy sztárnehéz csavartlabda volt, aminek a nehéz struktúrája alatt szerintem igazi gyöngyszemeket tud felfedezni a néző. Szépek voltak a fények, szép helyszínek voltak, szépek voltak a kosztümök, úgyhogy azt gondolom, hogy minden adott volt ahhoz, hogy brillírozni tudjanak, akár a férfi, akár a női szereplők. Ez tényleg egy olyan film, amit hogyha az ember megnéz, akkor utána kezd el érlelődni benne, hogy mit látott és hogy mi történt. Hát első körben mindenkinek ajánlom ezt a filmet, aki Margot Robbie fan, mint például én is. Robert De Niro a régi formáját hozta, elképesztő volt. A Christian Bale karaktere volt ez, aki szerintem a legjobban játszható volt, és szerintem ő ezt nagyon ki is élvezte. Ebben a korban, amikor ez játszódott ez a film, én el tudom képzelni, hogy valóban ennyire lassan történtek a dolgok, hiszen ugye most egy nagyon felgyorsult világban élünk, ahhoz szoktunk hozzá, hogy pikpak mindent le tudunk kommunikálni egymással. Itt meg nagyon vontatott beszélgetések vannak, és nagyon nehezen jutottak egyről a kettőre, és közben meg így egyébként volt alkalma az embernek mondjuk abban a korhű világban, képi világban gyönyörködni, ami egyébként tényleg nekem speciál nagyon tetszett. Amsterdam. A látványvilág is zseniális volt, én amúgy is nagyon imádom ezt a korszakot, és nekem nagyon jól visszahozta. És nagyon tetszett az, hogy rengeteg különleges beállítása volt, és azért ilyen tök izgalmas volt a képi világa. Nagyon ajánlom. Szerintem mindenki, aki mondjuk egy kicsit mélyebb filmre vágyik, egy picit elgondolkodtatóbb filmre vágyik, és van erre 2,5 órája, az mindenképpen csücsüljön be a moziba. Gyilkossággal gyanúsítanak. De megúszhatjuk. Ezt ne szúrd el! Valaki felpofozott? Jaj, ne! Amsterdam, a mozikban.